6. fejezet. Mennyei átéléseim kezdete. Áttörés. A Természet feletti természetes című könyvemben leírom, hogyan is jött el 20 év után az az áttörés, ami utat nyitott a mennyei átéléseknek is. Akkoriban erős frusztráltságot éltem át a kereszténységgel kapcsolatban, viszont később ez átalakult egy elszántsággá, egy drasztikusan mély istenkeresésé. Ekkor történt, hogy Jézus belépett a szobámba, és bár nem láttam őt, tisztán és világosan hallottam a hangját. Biztosította felől, hogy mindig velem és bennem van. Ez egy életet megváltoztató kijelentés, kinyilatkoztatás lett számomra. 2 évvel később pedig találkoztam Istennek azzal az emberével, Dennis Walkerrel, akiről az Úr előre beszélt nekem. Ő lett a szellemi édesapánk és mentorunk. Őt és a családját többször meglátogattuk Amerikában, és ők is jöttek hozzánk Angliába és Magyarországra is. Az ő Dynamis ARC nevű szolgálatukból nőtt ki, ami Dynamis Family, azaz Dynamis Család nevű szolgálatunk, amely később a Dynamis Magyarország civil társaság néven öltött hivatalos formát. Deniszék csapatával Németországba utaztam 2010. októberében. Jócskán kellett mennünk autóval, és mivel közelültem Denishez, izgatottan kérdezgettem őt a mennyei átéléseiről. Elég fáradt volt a hosszú utazástól, így inkább kölcsön adott egy iPodot, amire fel voltak töltve a tanításai. Azt kérte, hogy az autózás alatt hallgassam meg a felvételeket, és ha majd utána is kíváncsi leszek még valamire, akkor a szállás helyen tegyen fel a kérdéseket neki. Boldogan faltam a több órás hanganyagokat, és teljesen lenyűgözött minden, amit hallottam. A végére igazából csak egy kérdésem maradt Dennis felé. Ez nekem is lehetséges? Én is járhatok a mennyben? Igennel válaszolt, majd rögtön úgy folytatta. Nézzük meg, mit mond erről Isten beszéde, a Biblia. Elkezdte sorolni egyik igét a másik után. Ezeket hallottam ugyan a tanításaiban, de most teljesen életre keltek számomra. Felhozta példának Jézus és Nikodémus beszélgetését. Jézus ott azt mondta magáról, hogy a mennyből jött, oda is megy fel, és most is a mennyben van. Senki sem ment fel a mennybe, hanem ha az, aki a mennyből szállott alá, az embernek fia, aki a mennyben van. János 3.13. Jézus tehát kétdimenziós lényként egyszerre volt jelen a mennyben is, ugyanakkor testben, itt a földön. Bennünket Isten épp ilyennek teremtett. Mi magunk is ott vagyunk ebben a pillanatban is, mennyei helyeken az Úrral. Mivel Jézus Krisztus részei vagyunk, vele együtt feltámasztott a halálból, és vele együtt a mennyei helyekre ültetett bennünket. Efézus 2.6. Sőt, mennyei állampolgárok vagyunk. A mi igazi hazánk azonban a menny, és mennyei polgárjogunk van. Szabadítónkat, az Úr Jézus Krisztust is a mennyből várjuk, onnan fog visszajönni. Filippi 3.20. Aztán Dennis odalapozott a Kolossé 3-hoz, és azt kérdezte, hogyan mondhatja itt az ige, hogy szögezzük a tekintetünket, a teljes figyelmünket az odafelvalókra, ha az nem lenne lehetséges? Mivel Krisztussal együtt feltámadtatok a halálból, a mennyei dolgokra törekedjetek, hiszen Krisztus is a mennyben ül Isten jobb oldalán. A mennyei dolgokon gondolkodjatok, és ne a földieken járjon az eszetek. Kolossé 3.1.2. Így folytatta. Olvasd el a Jelenések 4-et, és képzeld el, János vajon milyennek láthatta az Atya trónját. Ezek után láttam, egy ajtó nyílt ki a mennyben, éppen előttem. Hallottam ugyanazt a hangot, amelyet korábban. Olyan volt, mint a trombita szó, és azt mondta nekem, jöjj fel ide, és megmutatom neked azokat, amiknek ezek után kell megtörténniük. Ekkor azonnal magával ragadott Szent Szellem. A mennyben voltam egy királyi trón előtt. A trónon valaki ült, aki úgy ragyogott, mint a gyémánt és a rubin fénye. A trónt smaragd fényű szivárvány vette körül. Körülötte 24 másik trónt láttam, rajtuk 24 mennyei vezető ült fehér ruhában, fejükön aranykoronával, aranykoszorúval. A középen álló trónból villámok csaptak ki, mennydörgések és más hangok is hallatszottak.
A trón előtt 7 láng lobogott, Isten 7 szelleme. A trón előtti tér kristálytiszta üvegtengerhez hasonlított. Jelenések 4:1-6a. Miközben látod magad előtt ezt a jelenetet és elmélkedsz rajta, kérd Isten szellemét, hogy vigye tovább benned mindezt. Kérd, hogy mutasson neked más dolgokat is a mennyből, amiket már nem te képzelsz el, hanem Isten akaratából egyszerűen megjelennek az elmédben. Ha megtörténik, dicsőség az Úrnak. Ha nem, akkor is dicsőség Istennek, mivel ezt ő teszi, és nem mi görcsöljük ki, folytatta Denis. Aztán mutatott nekem soaking zenét. Ez olyan keresztény instrumentális zene, ami segít elmélyülni Isten jelenlétében. Ha kívül zaj van, belül nehéz elcsendesülni, de az ilyen Isten szerinti dallamok segíthetnek abban, hogy az ember ki tudja zárni a külvilágot és befelé tudjon figyelni. Tudnunk kell, hogy Jézus az ajtó. Rajta keresztül ki és bejárhatunk a mennybe, ahogy az írás is mondja. Igen, én vagyok a kapu, ezért aki rajtam keresztül megy be, az biztonságban lesz. Szabadon járhat ki és be, és jó legelőt talál. János 10:9. Te is bemehetsz a mennybe, mert valójában ott is laksz. Csak csukd be a szemed, és képzeld el, mi van ott, majd kérd Szent Szellemet, hogy vigye tovább ezt a képet. Akkor meg lehet, hogy Isten majd átveszi az irányítást, és odavisz, ahová akar, fejezte be Denis. Én pedig pontosan ezt tettem. Olyan gyermeki hittel fogadtam mindent, amit hallottam, hogy a szívem teljesen kész voltam megnyitni, és alig vártam, hogy velem is megtörténjen, amit hallottam. Illedelmesen elköszöntem mindenkitől, és lefeküdtem az ágyra, amin osztoznom kellett egy idősebb német testvérnővel. Elolvastam a Jelenések 4-et, majd a fülemre tettem a fejhallgatót, amiből soaking zene szólt, és elképzeltem a mennyet. Azt mondtam, Szent Szellem, vidd tovább ezt a képet, és mutass nekem olyan dolgokat, amiket te akarsz, hogy lássak. És akkor legnagyobb döbbenetemre, zsupsz, már ott is voltam a mennyben. Találkozásom Jézussal az élet folyójában. Gégény Éva intro, ő a minden a mindenekben. Ő élt című album első dala vagy szövege. Egyszeriben az élet folyójában találtam magam. Az átélésem kis részletét elénekeltem a Mennyei folyó című dalomban is. Gégény Éva, a Mennyei folyó, megnyílt a Menny című album második dala. A természet vagy biológia kapcsán eléggé hiányosak az ismereteim. Ha valamit látok vagy tapasztalok, úgy rá tudok csodálkozni, mint egy kisgyerek, akinek minden új. Ez történt a mennyben is többször. Éreztem a bőrömön, hogy a víz hűs, mégsem hideg. Azon tűnődtem, hogy ha most szellemben vagyok itt, akkor hogyan lehet, hogy érzem is a hőmérsékletet? Később felfedeztem, hogy a fizikai érzékszerveink mellett vannak ugyanolyan szellemi érzékszerveink is. A szellemi testünk képes mindent ugyanúgy érzékelni a mennyben, mint ahogy a fizikai testünk a földön. Sőt, a szellemi érzékeink sokkal kifinomultabbak, sokkal mélyrehatóbban, elevenebben fognak fel mindent. A víz tökéletesen átlátszó és tiszta volt, mint a tükör. Mégis a vízcseppek nem egészen olyanok voltak, mint itt a földön. Egy kicsit sűrűbbnek tűntek. Nem csak úgy leperegtek rólam, hanem mintha simogattak volna, mint amikor egy puha takaró lágyan megérint. Olyan volt, mintha élne a víz. A mennyben a szemem képes volt rázumolni bármire, amit megcsodáltam, és olyan közelről láthattam, mint a mikroszkóp alatt néztem volna a részecskéit. A vízcseppekkel is épp így voltam. Ámulatomra úgy tűnt, mintha a vízcseppek kristálydarabkákból állnának. A legapróbb részletük is olyan tökéletesen kidolgozott volt, mint egy műalkotás, mint egy gyönyörű ékszer apró darabkája. Eszembe jutott, hogy egy kinagyított hópehelynek is milyen szép, csillaghoz hasonlító kristályformája van, és az tulajdonképpen fagyott víz, és ahogy nincs két egyforma hópihe, ugyanúgy minden vízcsepp más és más. Ha tökéletesen tiszta vizet tennénk a mikroszkóp alá, akkor lehet, hogy hasonló vízkristályokat láthatnánk itt a Földön is. A következő döbbenetes tapasztalatom az volt, hogy a hatalmas víz, amiben álltam,
tele volt mindenfélével. Felfigyeltem például arra, hogy a víz aljáról színes drága kövek világítottak, amik folyton változtatták a színüket. Úgy nézett ki, mint egy víz alatti fénysó. A drága kövek fölfelé világítottak pazar ragyogással. Ráadásul zenéltek, legalábbis, mintha belőlük jött volna a zene. Később már úgy tűnt, mintha mindenből zene áradt volna nagy harmóniában. Nem csupán a csodás dallamot hallottam, hanem a zenével összhangban, mintha színek változtak volna előttem a levegőben. Ahhoz tudnám hasonlítani a látványt, mint amikor a repülők kondens csíkot húznak a levegőben, csak ezek a csíkok nem fehérek voltak, hanem színesek, és úgy mozogtak, mintha táncolnának a levegőben. Ugyanakkor egy nagyon kellemes illatot is éreztem. Azon tűnődtem, hogy vannak-e a mennyben virágok. Egy másik átélésem alatt azokat is láttam. Nem tudtam behatárolni, hogy honnan és miből árad ez a csodás illat, de mintha mindenütt jelen lett volna a mennyben. Visszatérve a vízre, láttam felbukkanni vidám alakokat, akikről fogalmam sem volt, hogy kik vagy mik ők, mert nem teljesen emberi formájuk volt, de mind mosolyogtak, nevettek, mintha örülnének nekem. Végig olyan érzésem volt, mintha már jártam volna ezen a helyen. Ismerős volt minden, és mintha engem is mindenki ismert volna, és a legnagyobb szeretettel szeretett volna. Ez a hatalmas, szeretetteljes fogadtatás eléggé meglepett. Egyetlen földi helyen sem jártam még, ahol ilyen örömmel és szeretettel fogadtak volna, mint ott. A szeretet, az öröm és a békesség, ez a három fő érzés mindig minden mennyei átélésem fő, meghatározó érzése volt. Azt hiszem, a menny egészéből szeretet, öröm és békesség árad. Ezután hirtelen felbukkant a vízben Jézus, közvetlenül előttem. Közel-keleti kinézetű, jókedélyű férfiként jelent meg. Amikor megláttam, még a lélegzetem is elállt. Le sem bírtam venni róla a tekintetem, olyan gyönyörűséges volt, de nem földi értelemben, hanem amiatt a jelenlét miatt, ami vele együtt megjelent. Mágnesként vonzott magához, ragyogó fényesség vette körül, és az is áradt ki belőle. Tökéletes volt. Honnan voltam biztos benne, hogy Jézust látom? Minden alkalommal, amikor Jézussal találkozom, ő valahogy úgy helyezi a kezét vagy a lábát, hogy megláthassam rajta a szegek helyét. Abban a pillanatban, hogy látom a sebeket, biztosan tudom, hogy megváltómat szemlélem, és nem például egy angyallal találkozom. A karizmatikus keresztény közegben eltöltött 20 év után nem gondoltam volna magamról, hogy van még bennem vallásosság, de akkor előjött belőlem. Ugyanis hirtelen az a gondolatom támadt. Vízben állok, és itt van előttem a királyok királya. Nem tudok se letérdelni, sem meghajolni előtte. Egyáltalán megszólalhatok? Biztos, hogy értette a gondolataimat, mert kacagásban tört ki, aztán fröcskölni-pacskolni kezdte rám a vizet, és közben nevetett. Olyan gyermekien játékos volt, mint amikor egy báty önfeledten játszik a kis húgával, vagy mint egy apuci a kicsi lányával. Belül magamban azt gondoltam, ez nem lehet Jézus, ő nem ilyen, ő méltóság teljes, előkelő úr. Ekkor Jézus megfogta a kezem, lebukott a víz alá, és engem is magával rántott. Kissé megijedtem, hiszen váratlanul ért a hirtelen mozdulat, és még nagy levegőt sem vettem előtte. Döbbenten fedeztem fel, hogy képes vagyok lélegezni a vízben. Azt éreztem, hogy a víz is él, és engem is éltet, így nem fulladok meg tőle. Ahogy nyeltem a vízből, édesnek éreztem az ízét, és frissítőleg hatott. Nagyon különös érzés volt, hogy úgy vagyok a víz alatt, mintha nem is a vízben lennék, és mégis. Jézus továbbra is fogta a kezem, és egyszer csak elkezdett repülni velem a víz alatt. Olyan sebesen száguldottunk, hogy kellett egy kis idő, mire feloldódtam. Időnként, mikor a víz felszínén suhantunk, pajkosan pacskolta rám a vizet, majd ismét a víz alatt repesztve sebesen haladtunk előre. Ahogy felfogtam, hogy nincs mitől félnem, mert tökéletes biztonságban vagyok, elkezdtem élvezni a játékot.
Gyerekkoromban nem volt lehetőségem vidám parkba menni, és most úgy éreztem, mintha újra gyerek lennék. Felszabadultam fesztelenül és vidáman, csak nevettem és nevettem, ahogy száguldoztunk a víz alatt, vízsugarat húzva magunk után. Majd egyszer csak megálltunk. Feljöttünk a vízből egy csendes öbölszerű helyen. A víz mellett egy gyönyörű réteg láttam. Jézus az egész átélésem alatt nem szólt egy szót sem. Gondolatok szintjén kommunikáltunk. A mennyben még a szánkat sem kell használnunk ahhoz, hogy értsük egymást. Egyszer csak a gyönyörű zöld mezőn megláttam a földi édesanyámat. Ez nagyon meglepett, mivel én akkoriban Angliában éltem, de anyukám is élt, még csak nem velünk, hanem Magyarországon. Édesanyám örömteljesen táncolt, forgott körbe és nevetett. Látszott, hogy nagyon boldog. Úgy tűnt, hogy ő nem látott engem. Amikor megkérdeztem az urat, hogy miért látom most az édesanyámat, elkezdett belül a szívemben emlékeztetni mindenfélére, ami nyomta a lelkem. Felhozott múltbeli sérelmeket, meg nem bocsátást, olyan dolgokat, amiknek nem sok köze volt anyukámhoz. Ahogy ott álltam a vízben Jézussal, mindig, amikor a felszínre jött bennem valami negatív, ő megmosta a szívemet az élet vizében. Nehéz szavakkal kifejezni, mert nem a fizikai szívemet mosta meg, nem is a szellemi testem szívét, tehát nem mint szervet, hanem a lelkemet. Minden egyes megmosással egyre szabadabb lettem, és mindig azt éreztem, hogy valami nehéz súly lemegy rólam. Ahogy a félelem témájához értünk, olyan volt, mintha ez az érzés nem akarna elhagyni engem. Akkor újra láttam az édesanyámat, és végre megértettem, hogy miért is mutatta őt meg az Úr. Addig nem voltam tudatában, hogy mennyire tele voltam félelmekkel vele kapcsolatban, és mennyire megbénított ez. Tehetetlennek éreztem magam, hogy Angliából nem tudok olyan könnyen eljutni hozzá, hogy segítsek neki, ha szüksége lenne rám. Szerettem volna anyagilag és minden téren sokkal jobban támogatni őt, de nem volt rá lehetőségem. Ekkor belül a szívemben hallottam Szent Szellem szelíd hangját. Add át édesanyádat Jézusnak. Az ő kezében jó helyen van. Ő gondoskodik róla helyetted is. Hittel átadtam őt a gondolataimban, és abban a pillanatban a félelem, mintha kiszállt volna belőlem, azonnal eltávozott. Én pedig teljesen felszabadultam, majd újra a szobában találtam magam. Mit éltem át a mennyei megtapasztalásom alatt és után? Mi alatt feküdtem az ágyon fülhallgatóval a fülemen, a mennyei átélés közben a testem remegni kezdett, a szememből pedig folytak a könnyek. A rendkívüli érzés az volt számomra, hogy a külvilágot és a szellemvilágot többször egyszerre, egy időben érzékeltem, mintha két valóság egymásba fonódott volna arra néhány pillanatra. Az elmémben tudatosult, hogy a testemben még mindig ott fekszem az ágyon Németországban. A szellememben viszont olyan szinten éreztem mindent, hogy nem tudtam volna megmondani, hogy most csak látomásom van, vagy ténylegesen testestől, lelkestől ott vagyok. Olyan valóságos volt az átélés, amilyet soha addig még nem tapasztaltam. Az utána következő élmények is ilyen valóságosak voltak. Láttam, hallottam, tapintottam, a bőrömön éreztem a hűs vizet, szagoltam, ízleltem. Egy szóval az összes szellemi érzékem a fizikaihoz hasonlóan működött a mennyei atmoszférában. Sőt, sokkal kifinomultabb módon, mint a többszörösére felerősödött volna minden érzésem, érzékelésem. Én ugyanúgy én voltam, ugyanúgy gondolkodtam, mégis ott voltam egy valóságos helyen, amit a Biblia harmadik mennyként emleget, ahová Pál is elragadtatott. 2 Korintus 12:2. Amikor a szobatársam bejött és lefeküdt az ágyra, a fizikai testemben és gondolataimban azt is ugyanúgy láttam, hallottam és érzékeltem. A testem továbbra is remegett és könnyeztem az Úr jelenlétében, nem akartam ezzel zavarni, de azt sem akartam, hogy megszakadjon az átélésem. Ezért felálltam, kimentem a fürdőszobába, kulcsra zártam az ajtót és letérdeltem.
akkor még jobban csodálkoztam, mivel egy olyan dolgot tapasztaltam, amit nehezen tudtam volna elképzelni is, ha nem velem történik. Mint amikor egy CD lejátszón benyomják a póz, azaz pillanat megállító gombot, az átélésem mozdulatlanul megállt a térben. A fürdőszobában ismét egyedül voltam, senkit sem zavartam. Letérdeltem, és akkor, mintha benyomták volna play, azaz lejátszás gombot, az átélés tovább folytatódott. Elképesztő volt ezt átélni. Ahogy az átélés befejeződött, a testem remegése és a sírás is véget ért. Akkor viszont egy olyan hatalmas öröm töltött be, ami leírhatatlan. Alig vártam, hogy elérkezzen a reggel, és elmesélhessem a többieknek, hogy velem is megtörtént, amiről úgy gondoltam, hogy ott mindenkivel folyamatosan történik. Ott ültem széles mosollyal az arcomon, és majd kiugrottam a bőrömből a boldogságtól. Vártam, hogy felébredjenek, nem sokat aludtam az izgatottságtól. Hajnali 5 vagy 6 óra felé Dennis megérkezett kintről az erdőből, az úrral való reggeli sétája után. Ahogy belépett, rögtön elmeséltem neki, hogy jártam a mennyben. Ő nagy örömmel fogadta a jó hírt. Majd jöttek a többiek fáradtan, csipás szemmel, néztek rám, hogy minek örülök én ennyire. Akkor tudtam meg, hogy ők is régóta várnak már arra, hogy hasonlókat átéljenek, de Dennisen kívül még egyikükkel sem történt meg. Én ezen elcsodálkoztam, hiszen egészen addig azt gondoltam, hogy ott mindenkinek ez a világon a legtermészetesebb dolog. Igyekeztem visszafogni magam, de legszívesebben hagytam volna, hogy vulkánként kitörjön belőlem az a mérhetetlenül nagy öröm, amit az Úrtól kaptam. Az átélés gyümölcsei. Ahogy véget ért a közös reggeli ideje, mindenki ment a maga dolgára. Nekem nem volt tennivalóm, így ott maradtam a nappaliban, és dicsértem az Urat. Egyszer csak beállított egy idősebb, túlsúlyos német hölgy. Próbáltam keresni valakit a csapatból, de senki nem volt elérhető. Így mutattam a testvérnőnek, hogy nyugodtan foglaljon helyet. Ezután egy olyan természetfeletti eseménysorozat indult el, ami bizonyította nekem, hogy nem csak látomást láttam az előtte való éjjel, hanem ténylegesen a mennyben jártam. Elkezdtem beszélni a hölgyhöz méghozzá németül, anélkül, hogy ismertem volna a nyelvet, mivel ő egyáltalán nem beszélt angolul. Bármit mondott, legnagyobb meglepetésemre mindent értettem. Fájdalmai voltak, különösen a derekában és a hátában. Bottal járt, és az arca is el volt torzulva a fájdalomtól, és csak azt szerette volna, hogy imádkozzon valaki érte. Erre én azt mondtam, majd én imádkozom érted. Ő azt gondolta, hogy én is része vagyok a csapatnak, így örömmel fogadta a felajánlást. Végignéztem a testén, és a szemem olyan volt, mint a képes lenne egy röntgenképet készíteni. Pontosan láttam, hogy hol van a probléma, és közben hallottam Szent Szellem hangját, aki elkezdte feltárni nekem a testvérnő életét, az egész múltját. Láttam, hogy a szülei nem foglalkoztak vele, és szeretett hiányában az étel lett a legjobb barátja. Majd láttam egy idősebb unokatestvérnek kinéző férfit, aki megerőszakolta őt, amikor még csak kisgyermek volt, de a szülei nem hitték el neki. Akkor a fájdalmat hordozott magában, hogy a szívét fallal körülzárta, és senkit nem engedett közel magához, még Istent sem. A keserűség nem csupán érzés volt benne, hanem utat nyitott egy gonosz szellem előtt. Pontosan láttam, hogy ez a szellem rákapaszkodik a hátára, és a hölgy súlyként, teherként cipeli magán. Ez okozta elsősorban azt a mérhetetlenül nagy fájdalmat a testében. Óvatosan, szeretettel közelítve elmondtam neki, hogy mit kaptam szellemben, és igazolja vissza, ha úgy van, de azt is mondja meg nyugodtan, ha tévedek. Elkezdett sírni, és azt mondta, hogy ő nem tudja, hogy én ki vagyok, és honnan tudhatok ilyeneket, de szó szerint elmondtam az életét. Szerintem én nála is sokkal jobban meglepődtem ezen. A következőt mondtam a hölgynek Szent Szellem sugallatára. Azért mutatta meg nekem Isten ezeket a dolgokat rólad, hogy tudd, hogy ő tudja. Mindent tud rólad, és annyira szeret, hogy egy vadidegennek kijelenti ezeket, mert azt akarja, hogy szabad és gyógyult legyél. Aztán Szent Szellem vezetése szerint az alábbiakat tettem. Profétikusan a szüleit képviselve azt mondtam, hogy képzelje el, hogy itt áll most előtte az édesanyja, édesapja és az unokatestvére. Az ő nevükben én most bocsánatot kérek tőle.
Elmagyaráztam neki, hogy a megbocsátással nem azt igazolja, hogy helyesen cselekedtek ezek a családtagok. Ők bármit is tettek a múltban, azért el fognak majd számolni Isten előtt. De az ő élete lehet teljesen szabad, és ezt a szabadságot csak is akkor képes elnyerni, ha felszabadul a szíve a keserűségtől, a megbocsátás által. Nagyon nehezen tudta kimondani, de erőt vett magán, és hittel kihirdette, hogy megbocsát. Ekkor láttam szellemben, ahogy egy sötét felhő elhagyta a szívét. Akkor a hátára és a derekára tettem a kezem, és parancsoltam a keserűség szellemének, hogy takarodjon kifelé belőle. Mintha egy hátizsák lett volna a hátán. Először az egyik, majd másik kezét engedte el a hátáról, ez a groteszk kinézetű kis démon. Aztán az egyik, majd a másik lábát is elengedte, amikkel szintén kapaszkodott. Úgy esett le a hölgy hátáról, mint egy kis rongybaba, és eloldalgott onnan. Ahogy tovább imádkoztam, kértem a testvérnőt, hogy ellenőrizze, érez-e még fájdalmat, le tud-e hajolni, tud-e bot nélkül járni. Ismét meglepődtem. A testvérnő arca úgy kisimult hirtelen, mintha legalább 10 évet fiatalodott volna azon nyomban. Boldogság töltötte be, és most először láttam mosolyogni. Hajolgatott és bot nélkül járt-kelt a szobában, hálát adva Istennek, aki csodát tett az életében. Elérkezett az esti összejövetel ideje. Ahogy megérkeztünk, ez a testvérnő már boldogan várt bennünket. Az alkalom kezdése előtt jelezte, hogy szeretné megkapni a mikrofont, hogy bizonyságot tegyen arról a csodáról, amiben Isten részesítette. A csapat többi tagja ekkor értesült a történtekről, és mindenki nagyon örült. Amikor az összejövetelek végén imádkozás volt, Denis maga mellé állított, és kérte, hogy mondjam el, mit látok az adott testvérnél. Ő is elmondta, amit kapott az Úrtól, és elképpen szolgáltunk emberek felé párban. Később pedig már hagyta, hogy egyedül is szolgáljak testvérnők felé, így önállóan is imádkoztam értük. Szabadulások, gyógyulások történtek egyik a másik után. Proféciákat vettem át Szent Szellemtől olyan módon, mint még sosem. Soha nem tapasztaltam még ilyen dolgokat az addigi keresztény életem során. Később Denis elmagyarázta, hogy ezek olyan jelek az Úrtól, amikből tudhatom, hogy nem csupán látomásom volt a mennyről, hanem valóságos átélésem, hiszen a gyümölcsök arra utalnak. Megterített asztal, új bor. Az egyik összejövetelen, ott Németországban, Denis a következő dologra kapott indítást szellemben. A jelenlévők menjenek középre és álljanak úgy körbe, hogy közben átkarolják egymást. Angolul ezt úgy nevezte, hogy Holy Huddle, azaz Szent Halom. Kialakult egy kisebb kör, majd egyre nagyobb körök jöttek létre körülöttük. Én középen voltam a legkisebb körben, amikor kihirdette Denis, hogy egy szellemi portál nyílt meg ezen a körön keresztül, és itt van középen a megnyílt menny. Azért imádkozott, hogy az Úr adjon nyílt menny átéléseket, megtapasztalásokat az erre vágyóknak. Abban a pillanatban, amikor kimondta ezeket a szavakat, a szemem csukva volt, de azonnal látni kezdtem szellemben. A mennyben találtam magam egy nagyon különös helyen. A fény olyan ragyogóan fehér volt, hogy szinte vakított. Kellett egy kis idő, amíg a szellemi szemeim hozzászoktak ehhez a rendkívüli, tiszta, fehér fényhez, amelyet szinte minden mennyei átélésemnél tapasztaltam. Láttam egy megterített asztalt, ami olyan hosszú volt, hogy a vége a távolba veszett. Tele volt mindenféle étellel. A tányérok, poharak aranyból készültek, és drága kövekkel voltak díszítve. Fenségesen néztek ki. Úgy éreztem magam, mintha egy királyi palotában lennék. Itt viszont nem komornyikok, hanem angyalok álltak az asztal mindkét oldalán, meghatározott távolságra egymástól. Olyan hatalmasak, magasak voltak, hogy a fejüket csak alulról láttam. Összehangolt koreográfiával egyszerre mozdultak, bort öntöttek ki aranykancsókból. Legalábbis nekem bornak tűnt a kancsóban lévő folyadék a vérvörös színe miatt. Nagyon érdekes volt ez az ital is, mert úgy tűnt, hogy a vízhez hasonlóan sűrűbb az anyaga, mint a földi változatának. Ahogy a szemem ráközelített a borra, láttam, hogy az is kristályszemcsékből áll.
Nagyon meglepett, hogy bár egyfolytában öntötték a bort, mégsem csordult túl, annak ellenére, hogy a poharak már tele voltak. Mintha ki lett volna feszítve a térben ez a kép, mégis folyamatosan történt, nem állt meg. Még mindig egymást karolva álltunk körben több százan, amikor Denis befejezte elől az imádkozást, és megkérdezte, hogy valaki látott-e valamit szellemben. Többek között én is feltettem a kezem. Ahogy elmondtam, hogy mit láttam, Denis azt kapta Szent Szellemtől, hogy ez az az új bor, amit Isten az utolsó időkben kiönt ránk. A megterített asztal pedig már elkészítve várja a mennyasszonyt a bárány mennyegzőjére. Gégény Éva, a bárány mennyegzője. Megnyílt a menny című album 6. dala. Hiszem, hogy az új bor a jele Isten örök szövetségének is, amelyet kötött velünk népével. Ami az Úrtól van, az nem ér véget, nem fogy ki, nem apad el, éppen úgy, mint a bor, amit folyamatosan öntöttek ki az angyalok. Denis azt mondta, úgy érzi, Isten azt a két szót is mondta az új borra, új kezdetek. Később egy konferencián Isten egyik prófétája ugyanezt prófétálta. Isten a végidőkben kiönti a mennyei új bort népére, ami annyit jelent, új kezdetek, ezek eljönnek. Visszanézve 2010-re, bizton mondhatom, hogy ez mind be is teljesedett. Szellemi értelemben valóban új dolgok kezdődtek, nem csupán a saját életemben, de Krisztus egész testében is. Hazaérkezésem után. Ott Németországban az egész életem új fordulatot vett. Semmi nem volt többé ugyanaz. A következő 3 hónapban folyamatos átélésekben volt részem, és szinte úgy láttam szellemben, mint a fizikai szememmel. Olyan volt, mintha a felhők fölött járnék, és az lenne a való világ. A fizikai síkon történő dolgok pedig csak az árnyékvilág részei lennének. Egyszerre léteztem 100%-osan a mennyben és a földön. Egyszerre láttam a két valóságot úgy, mint képet a képben. A fizikai síkon történtek erősebb, míg a szellemiek halványabb fényben jelentek meg a hétköznapokban. Amikor pedig átélésem vagy elragadtatásom volt, akkor a szellemi volt sokkal erőteljesebb. Olyannyira, hogy a fizikairól sokszor teljesen meg is feledkeztem. Testben ott voltam, de szellemben és lélekben egészen máshol jártam. Semmi más nem mozgatott, nem érdekelt jobban, csak hogy ott lakozzam az Úr házában, éjjel és nappal. Pontosan azt éreztem, amiről Dávid is írt Zsoltárában. Csak egyet kérek az örökkévalótól, ezért könyörgök, hogy házában lakhassam egész életemben, szépségét nézhessem, és templomában gyönyörködhessek. Zsoltárok 27:4. Nem csupán órákat, hanem napokat töltöttem Isten jelenlétében. Sokszor csak ott ültem és vártam rá, és szemléltem az ő szépségét, mi alatt tanított valamire. Erőfeszítést kellett tennem, hogy a fizikai síkon is helyt tudjak állni, hiszen ugyanúgy dolgoztam, feleség és édesanyja voltam, mint előtte. Mégis minden szavam, tettem, lépésem ő benne és ő általa történt. Megváltozott az ima életem. Kérdéseket tettem fel Istennek, és sokkal gyorsabban érkeztek tőle a válaszok. Volt, hogy azonnal válaszolt. Rengeteg új kijelentést kaptam tőle, és ezek által egészen másképp kezdtem el gondolkodni. Életem egyik legszebb időszaka volt, ami nem ért véget, csak megváltozott, átalakult. Közben Csabát és Dávidot is megújította az Úr, majd egy egész csapatnyi ember gyűlt körénk. Bárki, aki hallgatott bennünket, azt a visszajelzést adta, hogy általunk óriási szellemi éjséget adott neki az Úr, és mindennél jobban akarja Istent. Ez volt talán a legszembeötlőbb gyümölcs, amit azóta is folyamatosan tapasztalunk. Mivel szinte mindig láttam valamit a szellemvilágban, az élményeimet boldogan meg is osztottam, hiszen azt gondoltam, mindenki örömmel fogadja majd. Magamból indultam ki, hogy én biztosan örülnék annak, hogy valaki belelát a szellemvilágba, és el is mondja nekem, hogy mit lát. De sajnos nem így volt. A környezetemet egyre jobban frusztrálni kezdte, hogy ők nem látnak, legalábbis nem úgy, mint én. Egyre több szarkasztikus beszólást kaptam. Végül egy elkeseredett pillanatomban azt mondtam az Úrnak, Istenem, ha ennyire nagy ellenszenvet vált ki emberekből, hogy látóvá tettél engem, inkább vedd el ezt az ajándékot. Nem akarom, hogy mindig én legyek a fekete bárány, most is, ahogy az életem során szinte mindig.
Meglepetten tapasztaltam, hogy tényleg meg is szűnt ez a magas szintű látás. Akkor viszont megijedtem, hogy ez biztosan én okoztam azzal, hogy ilyet imádkoztam. Elkezdtem rímánkodni Istennek, hogy ne vegye el tőlem ezt az ajándékot, nem úgy gondoltam. Az Úr válaszként biztosította felől, hogy ennek nincs köze ahhoz az imámhoz. Ahogy véget ért a 3 hónap, úgy éreztem, Szent Szellem ezt mondta nekem. Eddig Dennis Walker kenetéből merítettél, most már saját kútfőből, a saját forrásodból fogsz meríteni. Abból fog előjönni minden, amit személyesen neked adtam, a te szellemedben. Ez más lesz, mert rád lesz szabva. Ezután eszembe jutott valami, amit megfigyeltem az idők során. Amikor hasonló kenettel és ajándékkal rendelkező emberek együtt vannak egy helyen, akkor az emberekben egyénileg is felerősödik a kenet és ajándék. Nem is igazán szeretem ezt kenetnek nevezni, mivel ez kegyelem. Észrevettem például, hogy Dennis Walker közelében olyan szinten működik bennem a profétálás ajándéka, mint szinte sehol máshol. Amikor Joshua Mills és Eric Gilmore mellett voltam, akkor azonnal felerősödött bennem Isten imádata, és dalokat kezdtem el kapni. Látók közelében erősebben működik bennem is a látói ajándék. Úgy tűnik, Krisztus teste úgy működik, hogy egymás ajándékai hatnak ránk, felerősítik a saját ajándékainkat, amikor együtt vagyunk. Viszont el kell hinnünk, hogy amikor egyedül vagyunk, akkor is működnek az ajándékok, mert Szent Szellem bennünk van, és meg kell tanulnunk vele együttműködve használni az ajándékainkat úgy, ahogy nekünk Isten személyre szabottan adja. Fiam, te csak a saját kutatból igyál vizet, csak saját forrásod friss vize üdítsen. Példabeszédek 5:15. Dennis Walker is azt tudta csak odaadni, amivel rendelkezett, ez pedig az Úrral való bensőséges kapcsolata. Csak abból lehet meríteni, amiben benne él, ami az övé. Ezért, amikor embereknek átéléseik vannak a mi szolgálatunk alatt is, abból tudnak meríteni, amivel mi rendelkezünk. Ez viszont addig még nem az övék. Ez olyan, mintha csupán innának abból a vízből egy pohárral. Ez még olyankor nem az ő forrásuk, azt nekik kell kiásni maguknak az Úrral. Utána már nincs szükségük arra, hogy másokhoz járjanak inni, mert akkor már saját kútfőből, Szent Szellemtől ömlik ez az élő víz, amiről Jézus beszél. Más kapni egy pohár vizet, ha szomjasak vagyunk, és más egy kút a saját udvarunkon, jelképesen a bensőnkben, ami folyamatosan tele van vízzel. Ez egyedül hit által működik. A néhai Neville Johnson ezt elég jól kifejtette az Isten királysága bennünk van című tanítássorozatában. YouTube videók Neville Johnson, Isten királysága bennünk van, 4 részes sorozat a szolgálatok magyarra fordítva lejátszási listában. Majd újabb dolgot értettem meg, a bennem lévő Szent Szellem a forrás. Nincs szükségem többé külső kutakra, amikor belőlem kell, hogy kifoljon az, amit Isten belém helyezett. Jézus mondja, aki abból a vízből iszik, amelyet tőlem kap, az soha többé nem szomjazik meg, sőt az a víz, amelyet én adok neki, forrássá válik benne, s olyan víz ömlik majd belőle, amely örök életet ad. Élő víznek folyamai ömlenek a belsejéből. János 4:14. Akkor értettem meg azt is, hogy mi, Isten szolgái, olyanok vagyunk, mint az útjelző táblák. Amikor mész egy másik városba, az út mentén látsz egy táblát, amin jelzik, hogy haladj tovább egyenesen, vagy térj le jobbra, és még ennyi és ennyi kilométer van hátra. Jézus az út. János 14:6. Mi pedig csak megmutatjuk az utat, de ahogy valaki rátalál az útra, a mi dolgunk hátralépni és hagyni, hogy az illető maga járjon rajta. Óriási öröm töltött el, amikor felfedeztem azt az igazságot, hogy bennem van a forrás, ezért nem kell várnom senkire, hogy rám tegye a kezét és megálljon. Már áldott vagyok. Ahhoz volt szükségem más valaki kenetére, hogy rávezessen az útra és beindítson. De miután rátaláltam, akkor már az én kötelességem, feladatom és felelősségem, hogy járjak azon az úton. Szoktuk is mondani, amikor tartunk egy összejövetelt vagy konferenciát, hogy ez olyan, mint amikor egy autót bebikáznak. Rátesszük a bikakábelt a te készülékedre, és Isten szelleme beindít. Utána szárnyalj tovább vele, te magad.
Ez merőben más, mint hogy hétről hétre járunk egy külső kútra vizet meríteni, mert máshonnan nem tudunk vizet szerezni. Valójában a kútfő már bennünk van, saját kútvizet ihatunk, amennyiszer csak akarunk. Ebből pedig már mi is adhatunk a szomjazóknak, akikben még vagy nincs ott ez a kútfő, vagy még nem tudnak róla, hogy bennük is ott van. Aztán, ahogy ők is megtalálják magukban a kutat, onnantól már maga az Úr elégíti meg őket. Mivel a szellemi látás már nem jött csak úgy magától, elkezdtem kérdezni az Urat arról, hogy miért nem élhetünk úgy, hogy folyamatosan, automatikusan látjuk és halljuk a szellemvilágot. Nem lenne sokkal könnyebb megélnünk a keresztény életünket, ha állandóan látnánk, hogy mi zajlik a szellemvilágban, és folyamatosan hallanánk az Úr instrukcióit? Hiszem, hogy az Úr erre a kérdésemre az alábbit válaszolta. Ha valaki automatikusan lát és hall, nincs szüksége arra, hogy a hitét használja. A szellemi látás, hallás és érzékelés ingyen ajándék. Én igenis akarom, hogy minden gyermekem megkapja, de csak is hitáltal vehető igénybe. Amit hitből kap valaki kegyelemből, afelől nem kérkedhet, nem tulajdoníthatja magáénak. Nem vagyok személyválogató, ezt minden gyermekemnek megadtam, és akarom is, hogy használják, hogy győztes életet élhessenek. Isten tökéletes akarata az, hogy használjuk a hitünket. Az igazi hit ugyanis értékesebb a színtiszta aranynál. Az aranyat tűzzel tisztítják meg, mégsem marad meg örökké. Hitetek viszont, miután kipróbálták, és valódinak bizonyult, dicséretet, elismerést és dicsőséget szereznektek, amikor Jézus Krisztus megjelenik. 1 Péter 1:7b. Ahogy megértettem, hogy a hitemet kell használnom, tudatosabban kezdtem kérni Istentől mindent, összhangban azzal, amit a Biblia ír. Kitartóan kérjétek, és megkapjátok. Kitartóan keressétek, és megtaláljátok. Kitartóan kopogtassatok, és kinyitják nektek az ajtót, mert aki kitartóan kéri, megkapja, amit kér. Aki kitartóan keresi, az megtalálja, amit keres. Aki kitartóan kopogtat, annak kinyitják az ajtót. Máté 7:7-8. Ráébredtem arra a nagy igazságra, hogy amikor először ad az Úr valamilyen ajándékot nekünk, akkor gyakran maradéktalanul megadja a totális potenciált az elején. Más szóval a teljes ajándékot képesek vagyunk működtetni. Aztán az automatikusság megszűnik, mert az Úr azt akarja, hogy a kiskorúságból felnövekedjünk, és fiakká váljunk, olyanokká, akik használják a hitüket, és kipróbáltakká válnak. Ennek pedig az a legfőbb célja, hogy akkor is képesek legyünk megállni, amikor jönnek a viharok és a szelek, a mindenféle támadások és az ellenség ravaszkodásai. Testvéreim, örüljetek, amikor különböző megpróbáltatásokat kell elviselnetek, hiszen tudjátok, hogy ezek a nehézségek az Istenben való bizalmatokat és hiteteket teszik próbára. Ha pedig a hitetek kiállja a próbát, az kitartóvá tesz benneteket. Az álhatatosságban azonban egészen a célig tartsatok ki. Akkor lesztek majd érettek és tökéletesek, akikben nincs semmi hiányosság. Jakab 1:2-4. Maradjatok éberek, és szilárdan álljatok meg a hitben. Viselkedjetek úgy, mint bátor férfiakhoz illik, legyetek erősek. 1 Korintus 16:13. Ahhoz, hogy szellemben érettek ki, Isten fiához, Jézushoz hasonlókká váljunk, őt kell szemlélnünk. Mi azonban mindannyian fedetlen arccal tükrözzük vissza az Úr dicsőségét. Eközben pedig az Úr szelleme által fokozatosan átváltozunk, egyre jobban hasonlítunk ő hozzá, és dicsőségről dicsőségre jutunk. 2 Korintus 3:18. Egy nap megláttam, hogy hirdetnek egy konferenciát Dennis Walkerék közösségében, ahol Isten neves emberei, prófétái szolgálnak. Olyan égető vágy volt a szívemben, hogy elmenjek, hogy még a bőröndöt is összepakoltam, reménykedve abban, hogyha Isten akaratában benne van, ő természetfelettien kirendeli a szükséges anyagiakat az utazásomhoz. Vártam, de nem történt semmi. Aztán visszaemlékeztem arra, amit az Úr mondott, hogy saját kútfőből, saját forrásból jönnek elő belőlem Isten szellemének dolgai.
ekkor hittel kihirdettem a szellemvilág előtt. Ha nem kaphatom meg Las Vegasban azt, amit Isten nekem szánt, akkor itt és most, az otthonomban, magától az Úrtól fogom megkapni, személyesen. Akkor történt meg az az átélésem, ami minden addig itt felülmúlt. Találkozásom az Atyával. Sheffieldben, Angliában történt. Bementem a kis szobába, és letérdeltem úgy, hogy az arcom, pontosabban a homlokom, a földet érintette. Egyik pillanatban még így imádkoztam, a következőben pedig már egy másik helyen találtam magam. Nem tudtam volna megmondani, hogy hol van a testem, abszolút úgy éltem meg, mint a testben ragadtattam volna el. A földi külvilág teljes mértékben megszűnt számomra. Az események azonban igazolták, hogy a testem a földön maradt. Kívülről láttam magam, ahogy ott állok egy hatalmas hegy lábánál. Vulkánkitörés történhetett, mert a hegy tetejétől az aljáig folyt le a forró, égő láva. Amikor megláttam, hogy benne állok ebben a folyékony tűzben, akkor tudatosult csak bennem, hogy nem lehetek a fizikai testemben, mivel nem égtem meg. A következő pillanatban már nem kívülről láttam magam, hanem benne voltam a szellemi testemben, és elkezdtem emelkedni felfelé. A láva lefelé folyt, én pedig ellenkező irányban haladtam, a hegy teteje felé lassan. Eközben elkezdtek elégni, leégni rólam különböző dolgok ebben a mindent megemésztő tűzben. Akkor eszembe jutott az alábbi ige a Szentírásból, azt pedig, hogy ki mit épít erre az alapra, aranyat, ezüstöt, drága követ, fát, szénát, szalmát, az a nap fogja világossá tenni, mivel tűzben jelenik meg, és akkor mindenkinek a munkája nyilvánvalóvá lesz, és hogy kinek mit ér a munkája, azt a tűz fogja kipróbálni. 1 Korintus 3:12-13. Szent Szellem emlékeztetett arra az imámra, amit többször is imádkoztam már. Istenem, ítélj meg engem most, hogy ne az ítélet napján kelljen majd szégyenkeznem. Inkább most hadd égjen el minden az életemben, ami fa, széne vagy pozdorja, hogy csak az arany, az ezüst és a drága kő maradhasson meg. Az Örökkön örökké című dalomnak is erről szól egy verszaka. Lángoljon a szívem, értett tűzben égve, mindent égessen el, hogy csak te maradj bennem. Gégény Éva, Örökkön örökké, Megnyílt a menny című album 8. dala. Hiszem, hogy nagy jelentősége volt ennek a tűzben történő tisztulási folyamatnak, mivel Isten szent, és őt a tiszta szívűek meglátják. Erről is íródott egy dalom. Gégény Éva, Minél jobban megismerlek, Ő él című album 6. dala. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent. Máté 5:8. Ahogy felértem a hegy tetejére, teljesen megtisztulva, egyszer csak bekerültem a hegy belsejébe. Nem volt ott semmi, csak sötétség. A korom sötétben abszolút semmit nem láttam. A különös mégis az volt, hogy egyáltalán nem éreztem félelmet. Az agyamban nehezen tudtam összeegyeztetni, hogy teljes sötétség vesz körül, én mégis melegséget és biztonságot érzek belül. Azt gondoltam, hogy ha Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség, 1 János 1:5, akkor hogy mégis érzem a jelenlétét ezen a sötét helyen? Később, amikor véget ért az átélésem, kérdeztem az Urat ezzel kapcsolatban, hiszem, hogy az alábbiakat mutatta Szent Szellem. Istenben nincs sötétség, ami a bűnt és a gonoszságot jelenti. A sötét vagy fekete szín pedig ugyanolyan szín, mint a fehér, piros, kék, stb. Fekete szín mindenhol van, de attól, hogy valami sötét vagy fekete, nem jelenti automatikusan azt, hogy gonosz vagy bűnnel teljes. Isten ugyanúgy lakozik a sötétségben is, mint a világosságban. A következő igék is erről szólnak. Az örökkévaló teremtette a napot, hogy világítson az égen, de ő maga sűrű felhőben, homályban, sötétségben lakik. 1 Királyok 8:12b. Az örökkévaló sűrű sötét felhőkbe rejtőzött, körülvették vastag vihar fellegek. Zsoltárok 18:11. Felhő és sűrű homály veszi körül az örökkévalót, trónjának alapja igazságosság és jogosság. Zsoltárok 97:2.
Eszembe jutott, hogy villámlások és mennydörgések veszik őt körül, amikor a trónszékén ül. Ezt látta János is, erről számolt be a Jelenések könyvében. A fizikai világban a villámok és mennydörgések pedig sűrű, sötét esőfelhőkből törnek elő, amikor vihar van. A középen álló trónból villámok csaptak ki, mennydörgések és más hangok is hallatszottak. Jelenések 4:5a. Ott álltam a sötét hegy belsejében, és egyszer csak meghallottam Szent Szellem hangját. Lépj egyet előre! Ahogy léptem egyet, olyan érzésem volt, mintha egy membránszerű, ruganyos anyagban haladnék. Át kellett nyomnom magam rajta. Olyan volt ez az anyag, mintha folyadék lenne, ami mégis szilárd, zselatinszerű, nem kemény. Amikor kijutottam a másik oldalon, egy cuppanó hang hallatszott. Blup! A membrános anyag pedig összezáródott mögöttem. A sötétség kívül maradt. Valahogy úgy tudom ezt utólag leírni, hogy jobban el lehessen képzelni, hogy egy tojáson haladtam át. A tojáshéj volt a hegy, a fehérje rész a membrán, amin keresztül átszuppantam a sárgájába, a mennybe. Persze, amit belül láttam és tapasztaltam, közel sem hasonlítható egy tojás sárgájához, de remélem sikerült a szemléltetés. Akkor a hatalmas fénybe léptem bele, hogy bár szellemi szemekkel néztem, mégis hunyorognom kellett, amíg hozzá nem szoktam ehhez az óriási fényhez. A fehér annyira tisztán és teljesen fehér volt, hogy a földön látott fehér inkább csak szürkés fehér ahhoz képest. Akkora tisztaságérzet van jelen a mennyben, hogy úgy éreztem, mintha a föld egy koszos hely lenne ehhez viszonyítva. Ott a tisztábbnál is tisztább minden, de ezt nem csupán látni, hanem érezni, érzékelni is lehet. A világosság és tisztaság mellett óriási nagy szeretet, öröm és békesség atmoszférája van ott jelen. Egyszerre éreztem magamban és magam körül, mintha bennem is ott lenne, de közben körbe is venne ez a fantasztikus érzés. Megfogalmazni is nehéz, mert ez több egy érzésnél. Olyan, mintha egy élő organizmus lenne, mivel a mennyben minden él. Ez a fény az, amelyben a Szent Háromság, Atya, Fiú, Szent Szellem lakozik, ahogy az alábbi ige is mondja. Jézus Krisztus, igen, ő az egyetlen uralkodó, a királyok királya és az urak ura. Egyedül ővé a halhatatlanság, aki az emberek számára megközelíthetetlen világosságban lakik. 1 Timóteus 6, 15b, 16a. Ahogy csodáltam ezt az óriási fényt, és fürdőztem ennek a világosságában, ami a tiszta szeretet, öröm és békesség is egyben, egyszer csak a következőre lettem figyelmes. Előttem állt egy hatalmas fehér lény, és mintha előtte lett volna egy fátyol, ami eltakarta. Én ezt a dicsőség fátyolának neveztem el. Olyan volt, mint az oltár elé lépő mennyasszonyok fátyla, amely az arcukat takarja a frigyre lépés előtt. Belül a szívemben jött a kijelentés, hogy aki előtt állok, az maga az Atya. Szemtől szemben állok Istennel. Szinte hallom az érveket, hogy ez miért is nem lehetséges. Ha esetleg még nem tetted, kérlek, olvasd el figyelmesen az előző fejezetet, amelynek a címe Betekinthetünk a mennybe. Ott a Biblia alapján választ kaphatsz a kérdéseidre. Amikor tudatosult bennem, hogy Istent látom, olyan izgatott lettem, hogy majd kiugrott a szívem a helyéről. Ahogy szemléltem őt, láttam a formáját. Ki tudtam venni, hogy vannak kezei és lábai, van arca, füle, orra, szája, mint nekünk embereknek. A kijelentés szelleme ismét egy igére emlékeztetett. Isten a maga képmására teremtette az embert. 1 Mózes 1:27 részlet. Ha tehát Isten bennünket a saját maga képmására alkotott, akkor hasonlít hozzánk. Helyesebben mi hasonlítunk hozzá. Éreztem a szívemben, hogy Isten annyira szent, hogyha egy pillanatra fellibbenne az a fátyol, azonnal szénné égnék, ha a fizikai testemben lennék ott. Elporladnék azon nyomban, mert a dicsősége és szentsége olyan hatalmas, hogy azt élő ember nem bírja ki. Majd arra figyeltem fel, hogy milyen hatalmas az Atya. Én hozzá képest hangya méretű vagyok. Ahogy néztem, szemléltem és csodáltam őt, magamban azt mondtam,
Azta, Isten mennyire hatalmas! A legnagyobb döbbenetemre az atya válaszolt a gondolatomra. Azt felelte, most kicsivé tettem magam a számodra, hogy ne ijedj meg tőlem. A valódi énem sokkal nagyobb ennél. Akkor még nagyobb elképedéssel mondtam, hogy azta! Eszembe jutott az előző átélésemből, hogy a mennyben gondolati szinten is tudunk egymással kommunikálni. Ott mindenki érti egymás gondolatait, nincs szükség szavakra, hogy pontosan tudják, mit is gondol a másik. És abban az atmoszférában, ami a tökéletes világosság és szentség, képtelen bárki is hazudni. A hazugság bűn, és bűn nem létezik a mennyben. Mindenki jön belőlünk, ami ténylegesen bennünk van. Emlékszem, hogy korábban megfogalmazódott bennem rengeteg kérdés. Úgy gondoltam, hogy amikor majd egyszer ott állok az atya előtt, fel fogom tenni neki azokat a kérdéseket. Amikor azonban ténylegesen ott álltam ebben az elképesztő világosságban, és csodáltam, hogy Isten milyen óriási fényben ragyog, semmi sem jutott az eszembe. Elszállt minden gondolatom, ami addig annyira foglalkoztatott. Nem érdekelt más, csak ő. Ámulatba ejtett Isten nagysága, fenséges mi volta, dicsősége, amitől nem csupán minden szavam, még a lélegzetem is elállt. Nem is tudtam más tenni, mint gyönyörködni benne, és engedni, hogy elkápráztasson a szépsége. Aztán elkezdtem felfigyelni valamire. A mellkasa környékén, a szíve körül, mintha egy üres helyet láttam volna. Olyan volt, mint egy szoba. Ahogy onnan lentről próbáltam kivenni, hogy vajon mi is lehet az, egyik pillanatról a másikra már ott is voltam. Később tudatosult bennem, hogy a mennyben leginkább így működik a közlekedésünk. Gondolunk egy helyre, és ott termünk. Ahogy felfogtam, hogy nem máshol, mint az atya szívében vagyok, ismét elárasztott egy hódolattal teljes imádat érzése. Soha addig nem gondoltam volna, hogy lehetségessé válhat az atya szívébe kerülni. A szeretet és az öröm akkora hullámokban áradt bennem, hogy az elképesztő. Majd ismét meglepett valami. Valahogy rengeteg tudás, ismeret birtokába kerülünk ebben a szférában, csak úgy a semmiből hirtelen értünk dolgokat. Semmi nem magyarázza el, mégis belül tudjuk és tudjuk, hogy mi miért és hogyan van. Én is így voltam ennél az esetnél. Természetfeletti tudás által tudtam, hogy az az én otthonom. Azt is, hogy minden egyes ember számára van egy ilyen hely az atya szívében. Oda tartozunk, ott lakozunk. Gégény Éva, Adrien dalaiból, Jézus kérlek, Szomjazom jelenlétedre című album 5. dala. Nem csupán természetes érzés volt ott lenni, hanem elképesztően csodás érzés volt oda, hazamenni, mintha mindig is oda tartoztam volna. Ahogy ott voltam az atya szívében, egyszeriben megjelent az atya mellettem emberi méretben, mint a kép a képben. Az atya benne volt a saját szívében egy miniatűr változatban. Szeretném, drága olvasó, ha megértenéd, hogyan történnek szellemben a dolgok. Ha Isten megjelenít valamit, bármilyen tökéletesen, valóságosan, megnyilvánuló formában is, az azért van, mert tanítani akar vele valamit, vagy üzenetet akar átadni azon keresztül. Ez koránt sem azt jelenti, hogy ő pontosan olyan mindig. Ahogy korábban is mondta nekem, hogy kicsivé tette magát számomra, hogy ne ijedjek meg tőle, az is azt mutatta, hogy a valóságban ő sokkal nagyobb. A szellemvilágban bármi megtörténhet, és lehet, hogy a mi limitált, korlátozott emberi agyunk számára ez túl sok, hiszen felfoghatatlanok a szellemi dolgok. Erről a Biblia is beszél, épp ezért csak is hitáltal tudjuk megérteni és elfogadni mindazt, ami az Úrtól van. Folytatva az átélést, ahogy megláttam az atyát emberi alakban és méretben, megláttam saját magam miniatűrmását is, egy kisgyermek formájában. Csecsemőnek néztem ki, és benne voltam egy bölcsőben, amit az atya ringatott. Először kívülről láttam magam, majd ismét hasonlóan a vulkános jelenethez, amikor először kívülről láttam magam a lávában, utána már belülről,
én voltam az a csecsemő, az ő szemein keresztül néztem. Ahogy megláttam az atyát, ahogy engem ringat, olyat éltem át, amit még a legmerészebb álmaimban sem képzeltem volna. Ő olyan volt, mint a leggondoskodóbb édesapa, és mint a legszeretőbb édesanya egyszerre egy időben. Ugyanakkor olyan is volt, mint a szerelmesem, aki mindennél jobban szeret engem, mivel Isten az embert, férfit és nőt egyaránt a maga képmására teremtette, benne az összes férfi és női tulajdonság megvan. Minden, ami az emberben jó, az benne megvan. Ő egy személyben képviselte mindazt, amire, vagy inkább akire valaha is vágytam az életemben. Ebben a tökéletes, önzetlen agapé szeretetben teljesnek éreztem magam. Hirtelen értelmet nyert minden az életemben. Elkezdett énekelni nekem, és táncolt a bölcsöm körül, mert annyira örült nekem. Később az alábbi igét kaptam az Úrtól megerősítésként. Veled van Istened az Úr, ő erős és megsegít, boldogan örül neked, megújít szeretetével, újjongva, énekléssel örvendez neked. Sofóniás 3:17. Annyira boldog volt az atya, hogy ott vagyok, hogy hozott nekem virágot és valamilyen mennyei gyümölcsöt. A gyümölcs nagyobb volt, mint egy átlagos alma, lilaszínű, zamatos és lédús. Bár addig még soha életemben nem ettem fügét, most, amikor már tudom, milyen az érett, édes füge íze, talán ahhoz tudnám leginkább hasonlítani, de még annál is finomabb volt. Legalább háromszor akkora volt, mint a mi fügéink. Aztán az atya gyűrűt húzott az ujjamra, és ahogy a szemembe nézett, azt éreztem, hogy megsemmisültem. Amikor a szemem találkozott az ő szemével, nem egy fizikai szempárt láttam. Olyan volt, mintha beleláttam volna a személyébe, a lényébe. Ez az egész életemet megváltoztatta örökre. Mintha egy mély kék kútvízbe néztem volna bele, egy olyan mély kútban, amilyet még sohasem láttam, mintha a benne lévő víz, az atya szeme, élt volna. A kékség ellenére fehér csillogással ragyogott, és fény lett. Olyan mély volt ez az élmény, hogy szavakkal nem tudom pontosan leírni. Egy szempillantás alatt megértettem, hogy miért létezem, miért alkotott ő engem, mennyire szeret, és milyen sorsot szánt nekem. Aztán egy pillanatig a tekintetéből olyan erősen éreztem, amit ő érez, hogy nem hiszem, hogy tovább bírtam volna annál a rövid időnél. Ha tovább tartott volna, belehaltam volna abba a mélységes szeretetbe, mert porrázúzott volna bennem mindent az a hatalmas érzés. Eközben a következőt hallottam tőle. Bárcsak tudnák és értenék az emberek, hogy mennyire szeretem őket. Éreztem, hogy az atya sóvárogva vágyik arra, hogy mi, gyermekei, megértsük szeretetének mélységét, magasságát, szélességét és hosszúságát épp úgy, ahogy Pál ezt imádkozta. Azt kérem, hogy mélyen gyökerezzetek bele az isteni szeretetbe, sőt egész életetek erre épüljön. Kérem, hogy ilyen módon képesek legyetek Isten egész népével együtt annak a megragadására, hogy milyen széles, mennyire hosszú, milyen magas és mennyire mély az isteni szeretet. Bár ezt emberi értelemmel fel sem lehet fogni, én mégis azért imádkozom, hogy átéljétek és igazán megismerjétek Krisztus szeretetét, és ezáltal Isten maga töltsön be titeket teljesen. Efézus 3:17b-19. A Szeretlek című albumom úgy született, hogy Isten maga mondta el dalok formájában, hogy mennyire szeret bennünket, csak az én hangomat használta hozzá. Mi is kérjük, ahogyan Pál kérte, hogy ismerjük meg Istennek ezt a minden ismeretet felülmúló szeretetét. Nagyon megérintett egy átélés, amit a néhai Bob Jones mesélt el. A menny kapujában állt, és azt látta, hogy Jézus sorban megkérdezi az embereket. Megtanultál szeretni?
Ez a jelenet is azt mutatja, hogy a menny a szeretet helye, és Isten azt szeretné, hogy felfogjuk az ő szeretetét, és mi is megtanuljunk szeretni, még itt a földön.